vajon miért van olyan sokféle metszóló, mikor nekem ez az egy is tökéletes lenne? Igazából három hajtóerőt vagy mozgatót látok, a technológia vagy a technika fejlődését, az ergonómiát, azaz a szerszámok passzintását az emberi testhez és a lélekhez, és a marketinget. Hogy az utóbbival kezdjem, a 20. század elején Henry Fordnak az izgalmas mondása, hogy nálam mindenki olyan színű autót vehet, amilyet akar, feltéve, hogy a feketét szereti, még arról szólt, hogy egyetlen eszköz megfelelt. Ugyanígy 100 évvel ezelőtt már létezett a tökéletes metszőlló, tökéletes volt a növények szempontjából. Mindössze 2 darab acélból készült, tehát nem választották még el a pengét a nyelektől. Tökéletesen szimmetrikus volt, azaz mindegy, hogy bal vagy jobb kézbe veszik. Természetesen precízen nem lehetett vágni vele bal kézzel. Reszelős volt a nyele, nehogy a nagy súlya miatt még ki is csúszson a kezemből. Nagyon gyakran eltört a pengéjének a hegye, és ilyenkor el kellett dobni az ollót. A nagy probléma igazából az volt, hogy más acélminőség kéne a pengének és a nyílnek, és természetesen egy acéldarabot nem lehet különbözőképpen ötvözni és edzeni. A nagy találmány a technológia volt, azaz elválasztották a pengét a nyíltől, sőt a nyílhez rögtön kitalálták azt is, hogy legjobb lenne egészen más fémből készíteni, ilyen könnyű fémnyeleket készítettek, már legalább 30 vagy 50 évvel ezelőtt is. Először egy fémrúd, utána a hajlítás, és a legizgalmasabb, amikor kipréselik belőle az ollónak az alakját, és megszületik az ollónyél, ami negyede olyan könnyű, mintha acélból lenne, és hozzáillesztik azt a szuperdrága, szuperkemény és szuperül edzett acélpengét, hogyha abból készülne az olló, akkor elviselhetetlen lenne a súlya és az ára is. És egy pillanatra visszatérve a marketingre, korábban azt hitték, hogy csak a középrétegnek kell gyártani, mint a Henry Ford példájában, de ma már tudjuk, hogy minden piaci szegmenst, minden fogyasztói igényt ki kell elégíteni, balkezeseket, jobbkezeseket, férfiakat, nőket, erőseket, gyengéket, kiskezűeket, nagykezűeket, azaz mindenkinek kicsit túlzás a szó, de testre szabják a terméket. Az acélnyelek azok nagyon karcsúak voltak, és még így is túlsúlyosak, és pont a könnyű fémnyél adta meg a lehetőséget, hogy a nyeleket passzintsák az emberi kézhez. Sokkal laposabbak lettek, szélesebbek, forgónyelűek, csavarodottak, és így tovább, tehát az ergonómia is belejátszott. Számomra még izgalmas, hogy találtak olyan műanyagokat, amelyek nem tapadósak. Ezt most se tudom, hogy hogy csinálják, mert évtizedeken át metszettem olyan ollókkal, amire én húztam rá az acélnyére egy kis gumi vagy műanyagcsövet, és mind szétmentek a kezemen. És ezután jön a 21. századnak a felhajtó ereje, a fenntarthatóság. Ebből a moduláris szerkezetből, hogy mindig más darabokból készül a nyél, a penge, a zárszerkezet, a puffer, a nyél borítása és így tovább, az olló fenntarthatóvá válik. Ez a metszőolló 50 éves, a sajátom. Tudom, hogy már nem minden darabja az eredeti, azt hiszem, hogy a harmadik penge és a második rugó van benne, és talán egyéb műanyagokat is cseréltem, de ebből minimális az, amit el kell dobni, tehát megfelel a 21. század elveinek, a fenntarthatóságnak, a kevés hulladéknak.